Sziasztok, ez itt a Kontextus, én Hidvégi Áron vagyok. Ugye a nyár nem telhet szurkolás nélkül, ugye most lett vége a futball Európa bajnokságnak, de most jön az olimpia, úgyhogy ez egy olimpiai szám, egy, egy, olimpiai adás lesz. Úgyhogy a vendégem pedig Fűriás Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, vele fogjuk kivesézni kicsit rendhagyó módon ezt az olimpia témát. Nagy szeretettel köszöntelek! Köszönöm szépen Áron a meghívást, és állok rendelkezésedre. Igen, kicsit utána néztem, és láttam, hogy elég sok sporttal kapcsolatos dologhoz volt már közöd, ugye a Budapest sportcsarnokhoz, Hungaroringhez, ugye a, ugye 2024-es olimpia pályázathoz, a vizes VB-hez, és még sorolhatnám, hogy honnan jön neked ez a sport szeretet egyáltalán, hogyan, hogyan jött a sport az életedbe? Sport szeretet az gyerekkoromból Gyerek. jön. Sokat sportoltam, sohasem voltam túl eredményes, egyik sportban sem, amit kipróbáltam, de mindig nagyon szerettem sportolni. Volt néhány év az életemben, amikor a akkor még így hívták, népsporton és labdarúgás nevezet újságon kívül mást nem is olvastam, csak amit az iskolában nagyon muszáj volt, egyébként meg néhány könyvet, de alapvetően népsportot és labdarúgást olvastam naponta, hetente. Tehát mindig nagyon szerettem a sportot, rajongott, rajongtam érte, láttam, hogy édesapám szereti a focit, Három-négy évesen megkérdeztem tőle, hogy akkor mi kinek szurkolunk, mondta, hogy a Fradinak, akkor itt el is dölt. Tehát egy életre Ferencváros szurkoló lettem, volt, amikor a B-középbe is jártam, és az volt a kedvenc időtöltésem, hogy a hétvégi fradi meccset vártam, és ott szurkoltam. Tehát mindig jelen volt az életemben, és aztán van, aki azt mondja, hogy a véletlen, én azt mondom, hogy a gondviselés úgy hozta, hogy amikor először kormányzott a Fidesz, ugye 1998 és 2002 között, akkor először Magyarország történetében volt sportminisztérium. Dajcs Tamás vezette ezt a sportminisztériumot, és ő fölkért engem, több körben nemet mondtam neki, bár nagyon jó barátságban voltunk már akkor is, én azt gondoltam, hogy más az én utam, de aztán végül is tett ellenállhatatlan ajánlatot, és megtörtem, és elfogadtam, hogy legyek a kabinetfőnök főnöke a miniszternek. Most a kabinet főnökség, aki volt már minisztérium környéken, ez ugye ez egy ilyen Jolly Joker munka, minden, amivel a miniszter foglalkozik, a legkülönbözőbb dolgokkal, az a mindennek kell a, a kabinetfőnöknek is, és 99. decemberében leégett a Budapest sportcsarnok. Ez egy nagyon rusnya épület volt szerintem. Igen, igen. Nagyon sok pozitív emlék kötődött hozzá, sokan emlékeztek nosztalgikusan, mert rengeteg sporteseményen szurkolhattunk a magyaroknak, 82-ben adták át a Budapest sportcsarnokot, 99-ben égett le, és rengeteg koncert volt ott, ez volt az ország egyetlen komoly sportcsarnoka, befért mondjuk 13 ezer ember egy fedett sportcsarnok, egy rusnya leningrádi licensz volt, szerintem építészetileg egy értéke, szinte értékelhetetlen alkotás, ez leégett 99 decemberében, és a minisztériumban, a sportminisztériumban nem volt a hirtelen leégett épületek újjáépítéséért felelős részleg, ezért ilyen Jolly Jokerként a Tamás a kabinet főnökére bízta, hogy nézd már meg, hogy mit lehetne csinálni, és én akkor rájöttem, hogy nekem igazam volt, a kabinetfőnökség nem nekem való, ellenben az, hogy a semmiből legyen valami, ott álltak még az üszkös füstölgő romok, és hogy találjuk ki, hogy hogy lehet a bajt a javunkra fordítani, valami E, negatív dologból, hogy jövünk ki pozitívan, és akkor hogyan tudjuk lehetőségként értékelni a tragédiát, leégett egy sok milliárdos kár keletkezett, de ez esélyt teremtett arra, hogy az ország első 21. századi kortárs középülete megszülessen, és egy sokkal jobb aréna, ugye ez lett a paplászló aréna, egy sokkal jobb aréna egy valódi 21. századi jövőben jövőt álló, az idő próbáját kiálló, most már hány éve adtuk át, több mint húsz éve adtuk át a paplászlót, még mindig futnak benne a sportesemények és a top koncertek, tehát gazdaságosan nyereségesen működik. Tehát egy, azt hiszem, hogy ennyi idő távlatából több mint két évtized után el lehet mondani, hogy egy sikeres újjáépítés volt. És én ezt egy nagyon izgalmas lehetőségként láttam akkor, egy kicsit a Budapest szeretetem és a sport kapcsolódott össze, hogy hogy, hogy senkinek fogalma nem volt, a rosszabbnál rosszabb ötleteket hallottunk, még egy kicsit az országban sokan a szocializmus fogjai voltak, mert emlékszem, ilyen nagyon tiszteletre méltó idősebb mérnök kollégák mondták, hogy hát nézzük meg, a tartó oszlopok még, még éppen maradtak, tulajdonképpen csak a tető meg a belső éget ki, hát ha újjá lehet építeni úgy, ahogy volt. Én már nem akartam hinni a filmeket. miért építsük a rosszat újjá? Akkor építsünk helyette valami sokkal jobbat. És végül is ez történt, és akkor Ugye ez egy fedett sportcsarnok, az első nagy nemzetközi verseny talán az atlétikai fedett pályás VB volt, aminek az új kavics, így is hívják ezt az arénát az építészek, hogy kavics fantázia néven, aminek otthont adott, és akkor nekem hirtelen a Magyar Olimpiai Bizottsággal, meg az összes hazai sportági fedett pályán versenyző szövetséggel egy nagyon intenzív kapcsolatot kellett kialakítanunk, mert az volt a célunk, hogy úgy tervezzük meg, hogy kereskedelmi hasznosításra, koncertekre, konferenciákra, mindenféle találkozóra alkalmas legyen, és közben természetesen tökéletesen alkalmas legyen sportra, úgyhogy én akkor belecsöppentem a sport világába, és ugye Orbán Viktor pedig 2001 májusában tartott először sajtótájékoztatót a Budapesti olimpiáról, akkor meglátogatta Lozánban Szamarancsi elnököt, aki akkor a Nobelnöke volt, és akkor mondta azt ott a közös sajtótájékoztató után, hogy szerinte Magyarországnak érdemes lenne belevágni az olimpia rendezésbe, és akkor az első Orbán kormányban ezt a munkát is én kaptam, hogy egy nagy megvalósíthatósági tanulmányal indítottunk, aztán a választás ezt ugye elvágta, jöttek a gyurcsányi 2002-ben, megyesi Gyurcsány kormány, ami rögtön ezt lekeverte, és tehát az első Orbán kormány idején, miniszteri biztos kormány biztos ezekkel az ügyekkel foglalkoztam, és nagyon megszerettem őket. Mondhatom azt, hogy a 2024-es olimpia, Budapesti olimpia volt az egyik legkedvesebb projekt, amit vittél. Ebbe egyetértünk, vagy, 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 neked egyik munka kedves volt, csak azért, mert dolgoztunk Hintem együtt az, az, ebben. az, mindig nagyon fontos, hogy az ember szeresse, amit csinál, és olyat csinál, amit szeretni tud. Én hálás vagyok a tényleg a gondviselésnek, meg az előjáróimnak, mert nagyon kreatív, izgalmas feladatokkal kényeztetett el a sors, akkor is, amikor egyébként én körülbelül most vagyok ott, hogy a, a, a 53 éves leszek idén, hogy az életpályám felét azt a magánszektorban ingatlan fejlesztőként, jogászként töltöttem el, és a másik felét pedig közszolgálatban, ahol döntően Budapest építése, meg sportügyek voltak a, a feladataim, és most ugye sportvezetőként, nemzetközi sportdiplomataként dolgozom, és mindig nagyon izgalmas, kreatív feladatok e, e, találtak meg, ahhoz mindig megtaláltam a személyes kapcsolódást és Ez volt, amikor könnyű volt, tehát egy fradistának fölépíteni a Grupa Marénát, a Fradi új stadionját, Kubatov Gáborral, a Fradi elnökével közösen, az nyilván egy nagyon megtisztelő feladat, és nem volt nehéz lelkesedni érte. De mondjuk Fölépíteni egy nagyobb csapattal, egy nagyobb csapatot vezetve a Ludovika campus a Nemzeti Közszolgálati Egyetem épületegyüttesét és a, a, az Orci Kertet rendbehozni, aminek ugye a szíve közepe a Ludovika történeti épülete, egy 18. századi épület. E, 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 azt fölépíteni úgy, hogy nekem az édesapám a Ludovika utolsó év folyamán végzett, mm. és a, a Nyilas Nemzeti számunkérő Szék a Ludovika épületében tartóztatta le. Mert az apjával, a nagyapámmal együtt egy katonai ellenállási mozgalmat szervezett a, a német megszállókkal szemben a budapesti hidak megmentéséért és a zsidó polgártársaink megmentése érdekében és a Ludovikában tartóztatták le, és tatáriális bíróság elé állították ott azonnal, ahol két hadbíró, nyilas hadbíró a halálbüntetésre szavazott egy pedig ellene, de hadbíróságban, ilyen statáriás bíróságban csak egyhangú szavazat esetén hajtottak végre halálosítéletet, tehát hiába szavazott a többség a halálosítéletre, nem végezték ki, mert nem volt egyhangú a szavazat, ennek az egy szavazatnak köszönhetően tudunk most mi beszélgetni, tehát nyilván én tudtam lelkesedni a Ludovika újjáépítésért. Más dologért tudtam, amikor a MOME egyetemi kampuszát kellett fölépíteni, tehát, e, e, és nyilván a Puskás arénáért megint sportrajongóként, focistáként, tehát mindig megtaláltam a, a kapcsolódási pontot. Az pedig, hogy egy több mint száz éves magyar álom úgy úgyhogy szerintem okkal és túlzás nélkül mondhatjuk, hogy egy igazi olimpiai nemzet vagyunk. Ugye a 24-es olimpiai pályázatra utaltál, hogy annak lehettem a vezetője a a fővárosi önkormányzat, a főpolgármester, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság megbízásából. Ez egy gyönyörű munka volt. Szerintem ennyit talán így Olimpia kapcsán azért nem tudunk a végére érni, de néhány dolgot, hogy miért állíthatjuk azt, hogy tényleg egy olimpiai nemzet a magyar. Neked se véletlenül jutott eszedbe, hogy csinálj egy olimpiai műsor. Tehát az Olimpia a, a magyaroknak az még mindig egy nagyon fontos dolog, hogy ott Zan. megmutatjuk magunkat, és nagyon megbecsüljük, sokféle értelemben a, a legnagyobb hőseink. Az olimpiai bajnokok a legnagyobb presztízse a magyar társadalomban, talán annak van, hogyha valaki Magyarország színeiben olimpiai bajnokságot nyer. Volt alapító atyánk, 1894-ben alapította Kuberten Báró a társaival a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, már ott is volt uh -huh. a 12 alapító atya között magyar ember, Kemény Ferenc, egy évvel később az elsőtána a és nem akarok rosszat mondani, a negyedik vagy a hatodik Nemzeti Olimpiai Bizottság volt a Magyar Olimpiai Bizottság, amikor megalakult. Ma is a első tízben vagyunk az összesített éremtáblán, tehát a kezdetek óta vezetett éremtáblán, és sorolhatnánk még, tehát egy valódi olimpiai nemzet vagyunk, ez egy régi magyar álom, azon dolgozni, hogy egy jól megfontolt terv szerint legyen olimpia Magyarországon az egy gyönyörű munka volt, nem a legszebb véget ért. Igen. És, és hogy gondolod, hogy, hogy ez az olimpia lehetne most Budapesten? Mi az érzésed ez e Erről teljesen egyértelmű, hogy mit gondolok már évek óta utólag könnyű okosnak lenni. Nyilván, amikor küzdöttünk, akkor én nagyon hittem abban, hogy nyerhetünk, és megverhetjük Párizt és Los Angeles-t. Dávidként két góliát ott rögtön nem is egyet mint a szentírásban. És aztán utólag pedig nagyon gyorsan beláttam, és erről konkrét megmondták nekem a nobban vezetők, jó kapcsolatba kerültünk, nagyon szerették a budapesti pályázatot, egy jó pályázatnak tartották, hogy teljesen világos utólag, hogy esélyünk sem lett volna megnyerni a 2024-es olimpiát, ellenben az a felfordulás, meg azok a felforgatók, akik ott elgáncsolták a pályázatot, egy biztos olimpiától fosztották meg Magyarországot, ugyanis mi történt, hárman versenyeztünk, mi kiszálltunk a versenyből önként, tehát saját magunkat gáncsoltuk el, a Párizs megkapta 24-et, Los Angeles pedig megkapta 28-at. Ha ott van Magyarország harmadikként, akkor nem két olimpiát osztanak ki, azt elmondták, nem hivatalosan utólag, akkor megkaptuk volna a 32-es olimpiát. Miért? Először is, mert a versenyben helytáltunk. Tehát a pályázatunk az egy kicsit olyan önsorsonta dolog volt az, tehát a, a munkanehezét elvégeztük, az összes dossziét beadtuk, minden tárgyaláson túl voltunk, és a finisben senki nem kényszerített minket, kiszálltunk ebből, uh -huh. saját magunkat gáncsoltuk el. Szerették a pályázatunkat, jónak tartották. Ez volt az egyetlen kérdés, hogy vajon 24 nincs-e közel? Ezt megoldotta volna a 32. Mi voltunk az egyetlen aki igazán megfelelt az akkoriban elfogadott Agenda 2020 nevezetű reformnak, ami pont azt célozza, hogy ne csak a világ legnagyobb, leggazdagabb városai, hanem közepes méretű világvárosok is rendezhessenek olimpiát, egy kicsit demokratizálni akarja az olimpia rendezést, hogy a, a hozzáférés a szélesebb körül legyen. Ugye Brisbane, aki 32-ben most, Igen. igazán Brisbane rendezi a mi olimpiánkat, a Brisbane az egy picivel kisebb város, Buda, mint Budapest, mondjuk azt, hogy ugyanakkora. Tehát bejött ez végül is. Úgyhogy ott, és mi voltunk mi voltunk ebben a messzonyban az egyetlen, aki még nem rendezett olimpiát, Tőlünk és nyilván... ez is számít, tehát hogyha aki már rendezett, az... az... A, a mindig szeretné a NOB új területekre elvinni az olimpiát. Uh -huh. Ugye az olimpia az egy egyetemes uh -huh. eszme, és egy egyetemes gondolat. Hogy lehet valami egyetemes, ha még kontinensek, vagy nagyon komoly kontinens részek is kimaradtak. Ugye van egy kontinens a mai napig, aki nem rendezett olimpiát, Afrika. Tehát biztos, hogy a nobnak az egy nagyon helyes törekvése, hogy az egyetemes olimpiai... Eszme egyetemes olimpiai mozgalom akkor lesz igazán egyetemes, ha minden kontinens rendezett már olimpiát. És mi pedig Európának az a része vagyunk, ami nem rendezett. Ugye tőlünk nyugatra München, át, és tőlünk keletre volt egy Moszkvai olimpia. A köztes Európa, Közép-Európa, akinek ha ezeknek az országoknak a súlyát összeadjuk az olimpiai mozgalomban, akkor több kontinenssel is vetekednek, és az elejétől fogva résztvevői a csehek, a lengyelek, a magyarok is sorolhatnánk. Közép-Európában még sosem volt. Tehát ha, ha Budapestot nem száll ki, akkor a NOB azt mondta volna, hogy oké, okay, nagyon tisztességes pályázat volt, nekik egy kicsit több idő kell a főkészülésre, mert még több dolog hiányzott. Ezt fair módon el kell mondanunk, hogy... Párizs meg Los Angelesnek jobban megvoltak az olimpiai értesítményei, és azt mondták volna, hogy nagyon jó, 24 Párizs, 28 Los Angeles, 32 Budapest. Uh -huh. Csak ha bemaradunk a versenyben, uh -huh. megkaptuk, egészen biztosan megkaptuk volna a 32-es olimpiát. Mondom ezt uh, utólag uh, uh, a színfalak mögött elárulták, uh, hogy ez, 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 már ők erre készültek, ha Budapest uh, bent marad a versenyben. Tehát az a mondom, így szoktam fogalmazni, az a felfordulás, meg azok a felforgatók, Isten nyugosztalja őket a magyar hát, politikában, akik ezt, e, ezt a gáncsot vetették Magyarország elé, azok azt akadály, azok egy biztos olimpiától fosztották meg a nemzetet. És a közeljövőben, vagy a közel, de az úgymond a látható jövőben van még esélyünk egyébként? Hát nézd, én ebben most nézőpont kérdése, szkeptikus vagy realista Álláspontot foglalok hát ő... el. A... Először is a kérdés az nincs napi renden, tehát a 36 os a legközelebbi kiadó olimpia. Ugye 24 Párizs, 28 Los Angeles 32 Brisbane. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezzel most nem foglalkozik, és nem is fog döntést hozni. Az én becsléseim szerint 2027-2029 között valamikor fogja eldönteni hogy hol legyen a 36-os olimpia, tehát a, a verseny az most ha úgy tetszik, nincs nyitva. Én nem tudom, hogy el tud-e jönni az az időpillanat, amikor a kellő egyetértés Magyarországon ebben megszületik. És fönn is marad. Ja, hogy Mert nehogy a, úgy járjunk, mint annak. Ja, 24, a a 24-es olimpiai pályázat az 2015-ben indult. A Magyar Olimpiai Bizottság akkor azt mondta nagyon helyesen, hogy jó volna, de csak akkor szabad belevágni, ha egyetértés van. Igen. Ezért először fölvette a kapcsolatot a MOB a fővárossal, ugye Tarlós István volt a főpolgármester, a fővárosi közgyűlésben olyan közgyűlési tagok polgármesterek ültek, mint például Karácsony Gergely és Horváth Csaba, csak hogy két ikonikus baloldali polgármester említsek és, és akkor Horváth Csaba nem polgármesterként, de tagja volt a, a közgyűlésnek, és a fővárosi közgyűlés 97%-os többséggel egyetlen egy ellenszavazattal fogadta el, megszavazta Karácsony Gergely, megszavazta Horváth Csaba, és sorolhatnánk a bal- és jobboldali politikusokat, akik akkor megszavazták, megszavazták a szocialisták, megszavazta a Jobbik, megszavazta a Fidesz, tehát egy nagy egység volt. Utána döntött a parlament több mint 80%-os többséggel, és a kormány ezt követően azt látta, hogy ha ma olimpiai család akarja, az mondjuk természetes, a főváros akarja, az országgyűlés támogatta, akkor a kormány is utoljára mellé állt a dolognak, és egy ilyen teljes egységben nyújtottuk be a pályázatot. Én az elejétől kezdve azt képviseltem, ha nincs ez az egység, nem szabad, mert különben nincs esélyünk. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kifejezetten vizsgálja a demokráciák esetében, hogy ott a kellő egyetértés fönnáll le, hiszen ő is tudja, hogy egy olimpiát kiosztanak minimum 7, esetleg 10-12 évvel előre. Ennyi idő alatt egy nyugati típusú demokráciában kormányok jönnek-mennek, főpolgármesterek jönnek-mennek. Ha ez csak egyik oldalnak vagy egy pártnak az ügye, akkor szükségszerűen konfliktus lesz, és ez a világ legnagyobb eseménye. Tehát, Igen. hogy nem kevés pénz bekerül. Tehát a, a NOB kifejezetten vizsgálja azt, hogy van-e konszenzus, egyetértés, kellően erős Társadalmi választói támogatottság, illetve az elitek, politikai elitekben van egy közös nevező konszenzus az olimpiát illetően. Most ez a nagy kérdés, hogy eljön -e Magyarországon az az időpillanat, amikor a magyarol első lépést, csak nézzük a legelső lépést. Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest főpolgármestere, Budapest városvezetése, a fővárosi közgyűlés többsége, teljes egyetértésben van ebben a kérdésben, és akkor még ennél szélesebbre nem is nyitottam. Ha nem vagyunk képesek egy ilyen egységet, egyetértést létrehozni, akkor nem is lehet, meg, meg én akkor azt is mondanám, hogy kifejezetten tilos, mert csak szükségszerűen lebőgés lesz a vége, mind a mellett, hogy Magyarország ma többé, kevésbé, inkább többé, mint kevésbé arra, hogy főleg, hogy 12 év múlva, vagy még később, mondjuk fogalmazunk így, a 21. század második harmadában valamikor olimpiát rendezen, arra egyébként az ország olimpiától teljesen függetlenül szép lassan készen áll. Hát emlékszem egyébként, hogy, hogy nagyon gyorsan fordult meg a közhangulat ugye az akna munkának hatására abban az időben. Tehát ez... Igen, és nyilván ez azt is jelenti, hogy ha valaki ezt a fejébe veszi bármikor, annak fő kell készülni arra, hogy jól el tudja mondani, hogy miért, és jól el tudja mondani, hogy ennek mi haszna van az országból, mert én azt is osztom azt a gondolatot, hogy csak akkor szabad, ha ez Magyarországnak egyértelműen előnyös. Ma azt tudjuk mondani, hogyha ebbe bármikor belevágna az ország, hogy sportlétesítményt, főleg ha egy kicsit együttműködnénk egy-két szomszédos országgal, akkor nem nagyon kellene építeni. Tehát stadiont azt nem Étene. kellene. Az infrastruktúra megvan. No? Ellenben közutat, autópályát, vasutat, Budapesten hévet, villamost, egy olyan olimpiai falut, ami később a lakhatás problémáinak megoldásában akár mondjuk közalkalmazotti pályán tanárok, ápolók, rendőrök kedvezményes lakhatásában vagy diákszálló kollégiumi férőhelyek szükségének a megoldásában szerepet játszhat, tehát ilyen dolgokat kellene csinálni, amikre az országnak egyébként is szükség van. Én lehet, hogy miközben fiatalos embernek tartom magam, lehet, hogy már túl sokat tapasztaltam, nem tudom, hogy az én életemben az a politikai bölcsesség és konszenzus megállapodás készség Magyarországon, a különböző társadalmi csoportokban és a politikai elitekben meg lesz -e, ami előfeltétele annak, hogy egyáltalán labdába rúgjuk. Hát reméljük, hogy én inkább én próbálok optimista lenni ezen a téren. De annyiszor emlegettük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, nekem eszembe jutott egy kérdés ezzel a kapcsolatban méghozzá, hogy szerintem nagyon sokunknak ez egy ilyen homályos terület, hogy mi persze nyilván aki követi az olimpiát, mi elsősorban a, a sportolókat, a sportsikereket látjuk, de hogy van egy mögöttes világ, ami szerintem egy halandó ember számára teljesen láthatatlan. Ugye, hogy, tehát mivel foglalkozik az olimpiai bizottság, mi az a, a sportdiplomácia, az tulajdonképpen micsoda, mert hogy a sportot. olyan nehéz, azt, néha tudjuk, mi a diplomácia, de hogy, hogy mi a szerepe egyébként pedig ország imázsa szempontjából, vagy akár van-e az ilyen geopolitikai, meg, meg amúgy a politikai életben, van-e szerepe a sportdiplomácia? Mondok elvi megközelítést, és aztán gyakorlati dolgokat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az egy svájci jog alatt működő civil szervezet. Egy, egy non-profit társadalmi szervezet, akinek egy magasztos, ha úgy tetszik idealista célja van, szerintem helyesen, nyilván én a NOB tagjaként nem fogadtam volna el a tagságot, hogyha nem értenék mélyen egyet ennek a célnak a, a, a pozitív és a reális. Tehát egyszerre szép, nemes cél, de közben azt gondolom, hogy reális is, a nemzetközi olimpiai mozgalom 130 éve bizonyítja, hogy lehet ezért tenni. Ez nagyon egyszerű megfogalmazásban. A nemzetközi olimpiai mozgalom küldetése az, hogy a sport által jobbá tegye a világot. Tehát hiszünk abban, hogy a sport az egy olyan dolog, ami, és itt messze nem csak az elit sportról beszélünk, hogy a sport az egy olyan tevékenység, egy olyan társadalmi arrendszer, ha úgy tetszik, ami rengeteg pozitív értéket hordoz, és ha minél elősebb a tisztességes sport a világban, a világ annál jobb helyét tud válni. Te is szülő vagy én is, meg mi voltunk fiatalok, te nem olyan régen vagy most is az, én vagy jön. én már régen, de én tényleg a, a saját gyerekkoromból, ha belegondolok, vagy ha nézem a gyerekeimet, tehát, tehát egyszerűen az, aki sportol, és itt nem kell eredményeket elérni, tehát ezer gyerekből egy válik sportolóvá. De mindenki, aki sportol, aki mondjuk gyerekkorában vagy bármikor később megtanulja azt, hogy én nekem erőfeszítéseket kell tennem, szükség van egy kis fegyelemre, önfegyelemre, csapatban kell játszanom, együtt kell működnöm, az ellenfelemet egyszerre akarom legyőzni, de közben nélküle nincs verseny, és ő ugyanazt a, a, a munkát végzi, meg céltűzik, és ezért tisztelem és megbecsülöm. Tehát, hogy lehet egyszerre versengeni, és közben megbecsülni egymást, a szabályokat betartani, elismerni, hogy a másik is létezik, és, és, és nem, hogy joga van a versengéshez, hanem csak ha mindenki versengeni akar, akkor is tudok, én is csak akkor tudok benevezni egy versenyben. Tehát a világ azt gondolom ma különösen sokat tanulhatna a, abból, ahogy a nemzetközi olimpiai mozgalom versengésben, de békés versengésben tudja egyesíteni a világot, és ezek nem üres szavak. A Párizsi olimpián és talán beszéltünk, beszélünk majd arról is, hogy eh, talán egy évvel ezelőtt ez nem volt evidencia, hogy nem lesz bolykott. Eh, és ne, usual suspects, tehát itt a mainstream eh, nyugat eh, nagyon jeles képviselői, eh, eh, európai nyugati országok, meg angolszász országok eh, fölvetették a bolykott eh, gondolatát, azért, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagyon erősen állt ki azért, és végül is így is lesz, és nem lesz bolykott. Hogy az útlevele miatt senkit se lehessen büntetni. Tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nagyon komoly konfliktusokat vállalva érte azt el, hogy fehér orosz és orosz sportolók egyéni sportolóként részt vehessenek az olimpián, és csak, azért, csak a nemzetiségük miatt ne büntessük hát, ő, hát. őket. De hogy, hogy most ez az egyetemesség teljesülni fog, 206 nemzet olimpiai bizottságának, nemzetnek a képviselői fognak versengeni, plusz a refugee team, a, a menekült csapat, tehát a világ legkülönböző pontjairól eh, hazáikból elmenekült sportolók, akik megütik az olimpiai szintet, belelük van egy refugee team. A, eh, azért az is nagyon fontos, hogy, eh, hogy az olimpia, az egy, miközben egy egyetemes dolog, egy nemzeti dolog, tehát egy nem, nemzetállami alapon szerveződő mozgalom, nemzeti olimpiai bizottságok vannak, és minden sportoló, a saját nemzetének a zászlója alatt küzd, és ezt egyébként meg is mutatják tanulmányok, hogy a, a, ugye az atlétikában van az egyik elit verseny, a Diamond League, ahol nem nemzeti színekben küzdenek a versenyzők, hanem saját nevük alatt. Minden adat azt mutatja, ez azért a nemzeti patrióta gondolatképviselőnek ez egy jó hír, hogy a sportvilágában nagyobb érdeklődés kíséri, amikor ugyanazok a versenyzők a nemzetképviseletben, nemzeti színekben versengenek, mint hogyha egyéni Ezért versenyzők. Ez de, de ezekre mérések vannak. Ha. Tehát a TV nézettség, meg a, 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 az érdeklődés a közönség részéről nagyobb, amikor egy magyar magyarként szurkolhat a magyar atlétának, és nem egy nem tudom milyen név alatt, vagy egyéni, pusztán egyéni sportolóként. Tehát a, 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 a mit csinál a NOB? Van egy magasztos célja: a sport által jobbá tenni a, a, a világot, az olimpiai eszmét terjeszteni, erősíteni a világban, amelynek egyszerre része a kiválóságra való törekvés, hogy teljesítmény, amiért meg kell dolgoznod, és egyszerre része az, hogy a kölcsönös tisztelet és a sportbarátság, és mondjuk működteti. Ezt nagyon kevesen tudják, tehát jó a kérdés, hogy például működteti a világsport nem, nem profitorientált sportrendszerét. A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak mondjuk a legutolsó olimpiai ciklusban, ami már lezárult, tehát 2016 és 20 között, ugye az egy bolond ciklus volt a Covid miatt, ugye 21-ben volt az olimpia, ha jól emlékszem a számra, 7,6 milliárd amerikai dollár bevétele volt. 7,6 amerikai dollár. Azt mondtam, hogy ez egy civil szervezet, non-profit civil szervezet, ezért a pénzt nem is arra, nem, nem szétosztja a tulajdonosok között, akik igazán nincsenek is. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai azok személyek, természetes személyek. Tehát vagyunk körülbelül 100 akik tagjai vagyunk a, a nob nincs tulajdonosa meg de, de alapítója. És a bevételeit, ennek a 7,6 milliárd dollárnak 90%-át szétosztja, kik között? A Nemzeti Olimpiai Bizottságok között. Tehát a világ több mint 200 Nemzeti Olimpiai bizottság között sportfejlesztési programokra megpróbálja kiegyenlíteni az egyenlőtlenségeket. Tehát nyilván vannak privilegizáltabb anyagi helyzetben, erősebb, eh, erősebb anyagi helyzetben lévő országok és Nemzeti Olimpiai Bizottságok, és a hátrányosabb helyzetűek felé megy természetesen ezeknek az erőforrásoknak a, a döntő része, és a pénznek egy kisebb részét pedig odaadja az olimpiai sportágak. Nemzetközi szövetségeinek, tehát Nemzetközi Úszó Szövetség, Atlétikai Szövetség, Tornaszövetség, stb., és abból is fejlesztési, sportfejlesztési pénz lesz, megint elsősorban az anyagi erőforrásokban szegényebb részein a világnak, és mindössze 10% az, amiből a NOBBA a saját működési költségeit fedezi, és ebben a, a nagyon fontos, magasztos célban, hogy a sport által tegyük jobbá a a világot és működtessük a, a nem profit alapú sportrendszerét az egész világnak, ebben egy nagyon fontos e, esemény e, a, az olimpiai játékok, amit ugye négy évente e, szervezünk meg. Azért is nagyon fontos, mert e, azok, akiktől ez a pénz jön, azok már nem jótékonysági szervezetek. A NOB, azt mondtam, hogy e, 7,6 milliárd volt egy olimpiád alatt, egy négy éves ciklus alatt a bevétele, az előző lezárult négy éves ciklus alatt. Ennek 90%-át elosztja non-profit alapon, tehát ugye a Nemzeti Olimpiai Bizottság, illetve sportszervezetek között az egész világban. De ez a 90% bevétel ez abszolút profit alapú szervezetektől jön. Ennek remélem nem túl sok a szám, a, 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 az elosztott 90%-os bevételnek 60% a médiajogok értékesítéséből jön, tehát az olimpiához fűződő tévéközvetítés és egyéb médiajogok, ezek privát tévétársaságok fizetik, és kb. 40%-a pedig az úgynevezett top szponzoroktól jön, tehát abban egy globális szponzor programja a Nemzetközi olimpiai Bizottságnak. Ugye az olimpia az mai napon is egy nagyon pozitív asszociáció dolog a világban, és ezért nagy vállalatok, Panasonic, Toyota sorolhatnánk a, az olimpia globális szponzorait, komoly pénzt fizetnek azért, hogy négy évig vagy hosszabb ideig az olimpia szponzorai lehetnek, tőlük jön egy csomó cash, ők pedig használhatják a, az öt karikát, mint szimbólumot, és részt különböző olimpiai programokba. Úgyhogy így néz ki a, most elnézést, hogy esetleg terjengős voltam, ezzel körülbelül egy pici szeletét mondtam el annak, hogy mit csinál a, a nemzetközi e, e, olimpiai, bizottság, de engem is meglepet, pedig nem ismeretlenül érkeztem, vagy toppantam be tavaly októberben, mikor taggá választottak, hogy milyen sokrétű a tevékenysége. Ugye említetted az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy milyen nyomásgyakorlásnak volt a bizottság kitéve, de ugye a geopolitika, az és a geopolitikai helyzet azért, hát hogy nyom, ezen túlmenően is tartalmaz néhány konfliktusos Pontot, most én az izraeli palesztin konfliktusra gondoltam többek között, hogy, hogy annak kapcsán van olyan tényező, akár biztonsági, akár más jelleg ugyanilyen nyomásgyakorlás jellegű, amivel nektek szembesülni kellett például? Ugye az utolsó olimpiai játékok, aminek záró ünnepsége volt, az a Pekingi 22-es ifjúsági, nem, téli olimpia, 22-es téli olimpia amikor már nagyon tartott a világ attól, sajnos mint kiderült joggal, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és Thomas Bach azzal fejezte be a, a, a ünnepséget, hogy give peace a chance, tehát adjunk egy esélyt a békének. Ez az olimpiai a béke misszió, ha úgy tetszik, az az olimpiának a szíve közepe. Tehát mi abban hiszünk, hogy egyszerre, és ezt valósítja meg az olimpia, hogy egyszerre lehet egymással versengeni, hiszen az atléták le akarják egymást győzni, és közben lehet békésen egymás mellett élni, a kellő tiszteletet, megbecsülést megadni egymásnak, és elfogadni a másikat, és egy csomó mindenben egyébként együttműködni. Tehát a legfontosabb törekvés a, hogy egyik legfontosabb törekvés az olimpiai játékokkal kapcsolatban a nob mindig az, hogy ez valóban egy egyetemes esemény legyen, és a világ összes nemzete vegyen rajta részt. Ezt mondom, most Párizsban nagyjából meg tudjuk valósítani, az orosz és a belorusz atléták esetén úgy, ahogy mondtam, hogyha kell, akkor tudunk erről részletesen beszélni. Valóban itt egy évvel ezelőtt, vagy most már több mint egy évvel ezelőtt, amikor Thomas Bach a nagyon világosan elmondta, hogy a nob az a célja, hogy a az útlevel miatt senkit se büntessenek, és hogyha nem tudnak jönni csapatba, ha gondolod, akkor tudunk erről is beszélni, hogy miért van a fehér orosz és az orosz nemzeti részvétel megtiltva, de hogy igenis onnan az atléták egyéni versenyzőként, ha megütik az olimpiai szintet, akkor lehessenek ott. Na erre a bejelentése, neki esett a félvilág a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, és az Egyesült Államok, nem akarok hibázni, talán Anglia, természetesen a országok és más uh, usual suspects, ahogy az előbb mondtam, rögtön azt ki kiáltották uh, sajnos a baltikumi barátaink, hogy ez uh, felháborító, szó sem lehet róla, és hogyha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt megteszi, akkor ők bolykotálni fogják az olimpiát. Uh, bolykotnak mi voltunk áldozatai. A olimpiai nemzet vagyunk, beszéltünk arról. Az a megfogalmazás is teljesen helytálló, hogy Magyarország minden olimpián részt vett, ahonnan nem zárták ki. Uh -huh. Tehát amikor a nemzet szabad akaratán múlott, akkor mi mindig ott voltunk az olimpiai játékokon, a legelsőn, 1896-ban a Témban, és a legutolsón is, ugye 2021-ben Tókióban. A, sőt, azt is hozzátehetjük, amikor ott voltunk, akkor mindig nyertünk érmet, sőt, azt is elmondhatjuk, hogy amikor ott voltunk, mindig nyertünk aranyat. E, ugye az úszás sportágnak az első aranyérmét, ezt Magyarország nyerte, úszásban először, e, amit kiosztottak aranyérmet, azt Hajós Alfred nyert, úgyhogy a Nemzetközi Vízes Szövetsége mindig meg szoktuk állapítani, hogy az ő első aranyérmük, az a mi első aranyérmünk e, e, egyben. És ugye kétszer nem vettünk részt, 1920-ban, Antwerpenben, mert akkor azt mondták a világháborút megnyerő országok, hogy Németország és Magyarország nem vehet részt az olimpián, tehát kizártak minket. És 1984-ben, erről Gyula is volt például a Magyar Olimpiai Bizottság kétszeres olimpiai bajnok, kétszeres ezüstérmes olimpikonja tudna mesélni, hogy milyen volt ez, amikor a Tatai edzőtáborban ezerrel készültek az olimpiára a magyar sportolók, a magyar csapat tagjai, és akkor megjöttek az elvtársak Budapestről, és azt mondták, hogy Moszkvából azt az ukázt kaptuk, hogy mi nem veszünk részt. Volt a... helyette egy... Volt egy, egy barátság, barátság. Barátság. Igen, barátságjátékok De talán, drusba, a, e, e, és a bolykotok, bolykotok voltak az olimpia történetében, mi nyilván legérzékenyebbek azokra vagyunk, ami minket érintett, meg nem olyan messze volt, ugye 1980-ban először a nyugati országok bolykotálták a moszkvai olimpiát, és aztán ennek e, e, pandantjaként a keleti blokk, a szocialista blokk e, Románia kivételével bolykotálta az 1984-es e, Los Angeles-i e, olimpiát a bolykotról. Egy dolgot érdemes tudni, mindig ezt szoktam mondani, hogy bolykot, ami elérte a célját, még sosem volt. Mindig mondanak a bolykotnak egy célt, és ha valaki végignézi a bolykotok történetét, az még sosem járt politikai haszonnal, tehát semmilyen politikai célt nem értek el azok az országok, országcsoportok, akik bolykotáltak egy olimpiát, viszont megbüntették a saját nemzetüknek a versenyzőit, akik éveket, évtizedeket fektettek nagyon komoly munkába, éjjel-nappal gyerekkoruktól kezdve abban, hogy a hazájukat képviselve versenyezzenek az olimpián, megfosztották őket ettől a lehetőségtől, sok versenyzőt egy életre, és megfosztották a saját nemzetüket attól, hogy szurkolhassanak a saját nemzetük lányainak, fiainak az olimpiai játékokon. Tehát a bolykott az egy teljes félreértés, én nagyon örülök, hogy elsősorban Thomas Bach munkájának köszönhetően most sikerült elkerülni, és azok az országok, akik nagyon élesen fogalmaztak, és azt mondták, hogy vagy a fehér orosz, meg az orosz sportolók vannak ott Párizsban, vagy ők, ezek most végül is jobb belátásra tértek, és ott lesznek jó néhány fehér orosz, orosz sportoló, és ott lesznek ezek a nemzetek is, és 206 Nemzeti Olimpiai Bizottság színeiben fognak nemzetek képviselői versengeni az olimpián. Hát ez egy elég nagy diplomáciai sikernek mondható az De igen, igen, nem volt könnyű, én akkor nem voltam még tagja a nob nyilván figyeltem kívülről időnként. Ránk, ránk ebben a küzdelemben szövetségesként számított a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Volt olyan Európai Uniós sportminiszteri Tanácsülés, Schmidt Ádám sportállam titkárnak kellett állni a sorat és kitartani, ahol összesen két ország, Bulgária, meg mi nem voltunk hajlandók a bolykott meg szankció felvetéseket a Nemzetközi Olimpiai Mozgalommal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal szemben megszavazni, de végül is a többiek tértek más belátásra. És arról vannak ilyen legendák, vagy bármilyen információt, amit elmondhatsz, hogy hogy mi volt végül a jobb belátásra bíró érv? Ez, amit mondtál az előbb? Hogy meg... egyrészt, egyrészt nyilván itt a, a dolog, a fenyegetés az elsősorban arra ment ki, hogy a NOB változtassa meg az álláspontját. Csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meg világosá hogy mi nem fogjuk megváltoztatni az álláspontunkat. Tehát azt látták, hogy ezt a célt nem tudják elérni, és utána azért ezek ugye döntően nyugati típusú demokráciák voltak, akik ezzel a bolykottal fenyegetőztek, azért nekik is el kell számolni otthon. A, elsősorban a választóik előtt, másodszorban a közvélemény sajtó, meg nyilván a sportóik előtt is, tehát fölmérték azt, vélhetően, föl, legyünk jó szemek: vélhetően fölmérték azt, hogy talán mégsem a legszerencsésebb álláspontot foglalták el, és van abban logika, amit a nemzetközi olimpiai bizottság mondott, szívesen megpróbálom összefoglalni a lényegét a orosz-fehér-orosz ügyben elfoglalt nob álláspontnak. És nyilván látták azt is, hogy odahaza nem csak a sportolók, nyilván nagyon sok országban úgy, van úgy, mint nálunk, hogy azért az olimpiai Bajnokokat, olimpikonokat ismerik, megbecsülik, szeretik az emberek. Tehát a, a nyilván a sportvilágában, a saját nemzeti sportvilágukban, meg a szavazók közvélemény körében sem volt ez az álláspont olyan támogatott feltétlenül, és akkor végül is ebben az ügyben meghátráltak. Ugye mi a NOB álláspontjának a, a, a lényege, és talán ez is sikerült megvédeni a, a, a NOB szerintem nagyon világos és, és abszolút védhető legitim álláspontját. Először is a NOB, mivel Oroszország, Fehér Oroszország segítségével, támogatásával megsértette a nemzetközi jogot. Tehát az nem volt kérdés, hogy az oroszok nem vehetnek részt e, e, a saját nemzetük e, államuk képviseletében, mert, mert itt történt egy nemzetközi jogsértés. Ráadásul az orosz olimpiai bizottság még azt is megtette, hogy 2023 végén talán, hogy, vagy őszén, hogy egyszerűen azt mondta, bizonyos a nemzetközi jogértelmében lehet, hogy éppen orosz megszállás alatt lévő ukrán területekhez, de a nemzetközi jogértelmében a szuverén ukrán államhoz tartozó területeken működő sport szervezetekre, hogy ezek mostantól kezdve nem az ukrán olimpiai bizottsághoz tartoznak, hanem hozzám. Ez egy az olimpiai kartának az olimpia... Olimpiai alkotmánynak egy nyílt megsértése, a területi egységét sérti az Ukrán Olimpiai Bizottságnak ez a lépés, és akkor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság fölfüggesztette az Orosz Olimpiai Bizottságot. Tehát egy nagyon korrekten, nagyon tisztességesen az ukránokkal szolidaritást vállalva, rengeteg segítséget is adva egyébként az Ukrán Olimpiai Bizottságnak, sportolók fölkészülése, anyagi támogatás egyébként. Tehát egy nagyon világos elvi álláspontot vett fel a NOB. Az orosz agresszióval kapcsolatban, és közben pedig azt mondta, hogy igen ám, de a nemzetisége miatt nem lehet sportolókat büntetni, és ha valaki az egyéni teljesítményével eléri az olimpiai kvalifikációs szintet, akkor nem a saját országának a képviseletében, a neutrális egyéni atlétaként, az magyarul egy kicsit bután hangzik, lehessen ott, és egyéni sportolóként versenyezhessen az olimpián. Én nekem inkább az a kérdés, hogy ezt milyen alapon lehet kifogásolni. Tehát szerintem az nem érthető, azoknak az országoknak az álláspontja nem érthető, akikkel ezzel szembe mentek, párbeszéddel, munkával, meghallgatással, odafigyeléssel, végül is sikerült feladani, nem lesz bolykot, mondom 206 nemzet fog versenyezni Párizsban. Még egy, ugye a végére, vagy a vége felé, és egy kicsit könnyedebb mondjam, kérdéskörre készültem még hozzá, így látható az, hogy kezdenek így átrendeződni a, a, sportágak a, az olimpián. Tehát olyan sportok kerülnek be, amik korábban nem voltak, és, és, és olyan sportok vannak veszélybe, amik, amik, meg, meg Történelmi hagyományai, akár a lovaglást értem ez alatt, ugye az öttuzsáma részeként. De, és olyan, mint a break, breaking, jó, jó, igen, mondani, igen. a breaking, tehát nekem ez ilyen teljes meglepetés volt. Például egy nagyon izgalmas dolog pedig bekerül. És hogy ennek mi a, a dinamikája, erről egy picit még, még beszélgessünk, mert ez, szerintem ez mindenkinek érdekes. A... Thomas Bachnak van egy másik mondása, ugye idéztem, ez a give peace a chance, ezt nagyon sok beszédében elmondja, és próbál a béke mellett, ő is egyfajta békemissziót folytatva érvelni és föllépni, meg az egész Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kezdeményezésére a talán az évelején vagy az előző évnek a legvégén az ENSZ is elfogadott egy határozatot, amiben felszólított minden fegyveres konfliktusban a harcoló felett, hogy az olimpia idejére legyen fegyvernyugvás. Hát, sajnos ez a világon nem fog most úgy látom mindenhol megvalósulni, és nem lesz fegyvernyugvás az olimpia ideje alatt, legalább addig nem veszítenénk Életeket, és nem kellene családoknak gyászolniuk. De egy másik mondás a Thomas a angolul, a legtöbb beszédét angolul mondja el, hogy change or be changed, ami megint magyarul nem lehet ilyen frappánsan mm. összefoglalni, de arra utal ebben a, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy és ezt szerintem a személyes életünkben is, közösségekre és személyes, személyekre is igaz, hogy vagy képes vagy változni a változó világban. Vagy képes vagy földolgozni a változásokat, és valahogy kezelni őket, vagy pedig, ha mereven ellenállsz, akkor téged fog megváltoztatni a rajtad kívülálló világ az akaratod ellenére. Hmm. És egy jó egyensúlyát kell meg találni a megőrzésnek és a megújulásnak. És a, ez az egyik része a történetnek. És a a milyen sportok szerepelnek az olimpia programján, abban szerintem a nob mindig kötelessége figyelni, hogy milyen változások történnek a világ sportjában és a világban. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami nagyon fontos, és én ezt teljes mértékben egyetértek ezzel a törekvéssel, ezt meg úgy szoktuk mondani a NOB-ban angolul, hogy keep the games relevant, hogy szerintem ebben a mi nemzedékeink között nagy különbség nincs, hogy úgy nőttünk föl, hogy az olimpia az wow. Ez egy komoly dolog. Az egy, most én, ugye van néhány évnyi előnyöm hozzám képest, én ráadásul még úgy nőttem föl, és nagyon sok nemzedék nőtt föl úgy Magyarországon, egészen ugye a 80-as évek végéig, hogy internet még sehol, digitális kütyük még sehol, és volt két TV csatorna, hétfőn pedig nem volt adás. Most ilyenkor mi is többet sportoltunk, és a sportnak az emberek életében óhatatlanul nagyobb szerepe volt. A szabadidős kínálat az nem volt olyan sokszínű, mint most, uh -huh. és a sport egy sokkal erősebb elem volt, és természetesen a, a sport követése a, a televízión vagy a sportesemények keresztül is egy természetesebb dolog volt. És azt látjuk, a, 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 az olim, a nyári olimpiai játékokat, azt körülbelül valamivel több három, hánkább három és fél milliárd ember nézi, tévén, vagy valamilyen mozgókép követésére alkalmas digitális eszközön keresztül. Tehát ez ma is a világ messze legnézettebb eseménye. De azt is látjuk, hogy az a, az a, a kor profi az olimpiát nézőknek, olimpia iránt érdeklődőknek, olimpiát követőknek, a szép lassan öregszik. Mert hogy az idősek még mindig, és akik így nőttek föl, egyre idősebbé válnak, és ott van ők gyerekkorukban fontos volt az olimpia, most is az. De a mai fiatalok számára, a digitális generációk számára ez már nem egy akkora truáj, Tehát, hogy egy dolog a sok közül. És ezért az olimpiának kifejezetten törekedni kell arra, vagy pedig el fogja veszíteni a jelentőségét. A Tehát hogy olyan elmága. elemeket kell benáni, ami Nekünk meg föl... kell, kapcsol... kell találni a kapcsolatot a most felnövekvő, mondom, remélem ez senkit nem bánt, bizonyos szempontból lehet így hívni digitális generációk felé. És szerintem ezek az utcai sportok, amit említettél, valóban Tokióban már sport, olimpiai éremosztó, minden más sportággal egyenrangú olimpiai sportág volt a BMX, BMX freestyle, a gördeszka, a falmászás, és most programra került a breaking. Valóban itt viccelődtünk előtte, hogy a, a breaking nem szabad break nem, nem, nem szabad őket mondani, mert azt mondják, hogy ez nem tánc, de én mindenkinek azt javaslom, de komolyan. nézem. ha eddig nem, nem most volt Budapesten a a Párizs, Párizsba Budapesten keresztül vezetett az út, a, ezeknek az utcai sportoknak a kvalifikációs rendszerében volt egy verseny Sánkhájban, és utána Budapesten, itt dölt el a végső sorrend, tehát Budapesten lehetett kijutni a Párizsi e, e, olimpiára, minden négy sportákban olimpiai, tokiói olimpiai bajnokok, a világ élmezőnye volt, itt, ha valaki ezt elmulasztotta, a Ludovic Campusban volt ez a négy napos verseny, akkor nézzem bele a párizsi közvetítésbe. Engem megnyert magának ez a, ez a, ez a sportág. Tehát először is hihetetlen atletikusak, szerintem sok sportág képviselője megirigyelni azt a testfelépítést, izomzatot, amivel ezek a, a brékesek rendelkeznek, amit pedig Inkább talán a tornához, az akrobatikus tornához, nem tudom mihez áll kezelebb, elképesztő munkát végeznek, és mindeközben nagyon látványos, dinamikus, van egy életérzés, zene, buli, fesztivál jellege ez az esemény. És Párizsban is egy egy Urban Park helyszínen lesznek egy helyen ezeknek az utcai sportoknak. Az egy ilyen, ilyen fesztivál jellegű esemény is lesz, ahol minden sportot ki lehet próbálni, szól a zene. Reméljük, hogy jól érzik magukat majd, akik oda nézőként, résztvevőként kilátogatnak. Tehát szerintem ezeknek a sportértéke, ha valakibe falmászás, tehát nézzünk meg egy falmászót, hogy milyen hihetetlen egy gram súlyfelesleg nélkül elképzelhető elképzel, 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 izomzattal, és mit művelnek a, a különböző fal E, 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 falakon, amin, amin másznak. Tehát szerintem ezeknek a sportértéke az nem kérdőjelezhető, bőven összeveszthető más olimpiai e, sportágok e, sporteljesítményével, sportértékével, és ugyanakkor nagyon dinamikusak, látványosak, izgalmasak, és érdekli a fiatalokat. Szerintem az, ahogy a a break, a BMX, a gördeszka egy ilyen utcai szubkultúrából megszervezte magát, sporteseményeket szervezett, egyre inkább letisztázta a saját sportágának a szabályt, hogy mi az, ami sporttájesítmény, mi az, ami nem, és, egy, és utat tört magának az olimpiára, ez egy nagyon pozitív sztori. És azt szoktam mondani szülőként is, hogy most mit szeretnénk, hogyha a kölykeink azok inkább a, otthon a számítógépük előtt töltenék el a Hétköznapok óráit, vagy kimennek egy gördeszkaparkba, egy BMS parkba, vagy egy egyszerű táncparketre vagy küzdőtérre, és gyakorolnak, együtt vannak, és sportolnak, és mondjuk nem különböző dolgokat akár most csak energiaitaloktól, vagy egészségtelen táplálkozásig fogyasztanak, egyéb dolgokról nem is beszéljünk, hanem egy közösségépítő módon a testüket, a lelküket is építési inkább ezekkel a sportokkal. Foglalkozva sportolnak, mint sem mindenféle egyéb dolgot e, e, csinálnak. A, amit még fontosnak tartok itt egy elmondani. Két sportág van, amiben Magyarország vezeti a az örökranglistát, tehát az éremtáblát 1894-6 óta vezetett, akkor még ezek a sportok az első olimpián nem voltak, de viszonylag gyorsan belekerültek. A programba az öttusa és a vízilabda. Ezért én, Nemzetközi Olimpiai Bizottság, kitagként foggal, körömmel az utolsó történjen, meg azon is túl fogok azért küzdeni, hogy nehogy veszélybe kerüljenek ezek a, ezek a sportágak. A, nem szívesen beszélek az öttusa a lovaglás ügyről, mert akkor én még nem voltam a nok tagja, Schmidt Pál és Gyurta Dániel voltak a Nemzetközi Olympiai Bizottság tagjai, amikor ezek a döntések megszülettek, hogy a lovaglás helyett egy másik szám lesz, ugye ez most debutál Párizsban, ezt ők tudnák elmondani, hogy hogy alakult így. Az biztos, hogy én abban biztos vagyok, hogy nekem is lesz munkám öttusa és vízilabda ügyben. Nekünk ezek uh, magyar emberként hihetetlenül fontosak és legendás bajnokok. A, nemzeti, identitás a részf... nemzeti identitásunk része, valóban. E, 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 tehát Balcó, Andrástól kezdve a Vizilabda, a Kemény Dénes Igen. Nemzet Aranyai, zseniális film. Nem, nem, nehéz volt elképzelni, hogy két és fél óráig érdekes legyen, lebilincselt és oda ragasztottam az is székben, mikor először, aztán meg amikor másodszor láttam akkor is. E, tehát valóban ez a magyar e, önazonosságnak. E, az öttusa bajnokaink és mindaz, amit az öttusa jelent, meg a vízilabda, ezek részei. Ugyanakkor most azt mondtam, hogy a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, meg az olimpia az egy egyetemes dolog, és a, ahhoz, hogy egy sportág bekerüljön, vagy tartósan az olimpia programján maradjon, ahhoz egyfajta egyetemességet képviselnie kell. Mit jelent ez? Hogy lehetőleg a világ összes kontinensén kellő számú országban űzzék, tehát a, legyen elterjedt a világban, legyen egy egyetemes elterjedtsége, és körülbelül az erőviszonyok nagyjából azonosak legyen. Tehát ne az legyen, most nem akarok senkit megbántani, de ne az legyen, hogyha a magyar vízlabda csapat játszik egy afrikai vagy egy ázsiai csapattal, akkor sok-kevés, uh -huh. és e, e, a mezőny az teljesen szét van szakadva, egyfajta kiegyenlítettségre szükség van. Szerintem vízilabda ügyben nyugodtak lehetünk, megmondom mi, eleg, olimpiákra előre nyugodtak lehetünk, azért, mert egyrészt a vízilabda, a, ugye a két vezető sportága az olimpiának, amik a legnagyobb nézettséget, legnagyobb érdeklődést, legtöbb versenyszámot, legnagyobb érem, osztó, legtöbb érmet osztják ki, az az úszás és az atlétika és a vízilabda a nemzetközi szinten a nemzetközi úszó, nemzetközi vizes szövetségnek a része, tehát az egyik legerősebb nemzetközi sportági szakszövetség ernyője alatt van a vízilabda, az érdekérvényesítő képessége a valaha finának, nevezték most World Aquatics-nak, nagyon erős, nem hiszem, hogy őket bántani akarná bárki. A másik dolog pedig, hogyha megnézzük, hogy hol lesznek most olimpiák, most Párizsról ne is beszéljünk, de Párizs egy annyiban nagyon jó példa, hogy amit a franciák csináltak, na, már nyert a vízilabda azzal, hogy a korábban nem jegyzett francia férfi vízilabda válogatott, az az olimpiára beleraktak energiát, időt, biztos valamennyi pénzt is, szakértelmet, hoztak edzőket innen-onnan, és a kiütöttek minket a, a, a Dohai világbajnokságban, az egyenes kiösztési szakaszban, és most pedig a szigeten csak büntetőkkel tudtuk megverni őket. Tehát a francia vízilabda az erősödött és ez jó az ország, az egész világ vízilabda, vízilabdájának. Van egy új, erős európai vízilabda nemzet, reméljük tartósan. De a vízilabdát, ugye most Párizs meg lesz, oké, okay. utána megyünk az Olimpia Los Angelesbe, Amerikai Olimpia jön. Férfiaknál is középmezőnyben ott van az Amerikai vízilabda csapat, de olimpiák óta a legesélyesebb a nőknél az az Amerikai vízilabda csapat. Tehát nyilván egy egyetlen rendező sem fog egy olyan sportágat megkérdőjelezni, ahol neki aranyérmes esélyei vannak. Utána Brisbane, Ausztrália megint egy erős vízilabda nemzet, tehát az olimpia szerintem, vagy a vízilabda szerintem tartósan most bebiztosított, de hogy a, a nagy vízilabda nemzeteknek, benne Magyarország, köztük Magyarország, és a Nemzetközi Vizes Szövetségnek kell azért dolgoznia, hogy a vízilabda mondjuk Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában erősödjön, és egyetemességét Egyetemesség tekintetében erősebb, elterjedtebb, egyetemesebb legyen a vízilabda sportág a világon. Nem könnyű, mert, mert medence kell hozzá, hogy fogalmazzak szépen. Tehát nem a legegyszerűbb sportág. Tehát egy összetett sportág, nem csak a, most a szabályrendszerét értem ez alatt, hanem maga, van, akik azt mondják, hogy azért vezetjük a. a, 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 a az olimpiai éremtáblát abban, mert bizonyos szempontból a legnehezebb sporták, tehát egyszerre kell oxigénhiányjal folyamatosan nagyon komoly fizikai energiát kifejtened, és közben fejben, miközben oxigénhiányos vagy, nagyon tisztán, világosan gondolkodnod és kombinálnod. Tehát olyan dolgokat kell egyszerre csinálni, amit, amire a legtöbben földi halandók nem vagyunk képesek. És az öttusánál... Értem, mondom, nem voltam a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, amikor az öttusa változásokat megszavazták. Schmidt Páltól és Gyurta Danitól kell megkérdezni, hogy mik voltak ott a, 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 a belső megfontolások. A, az a számítása a, a Nemzetközi Öttusa Szövetségnek és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ennyit azért értettem a vitákból, hogy a lovaglás az egyrészt egy lutri volt, Ugye a, a lovas eseményekre, tehát a, a, a mondjuk a díjlovaglásra mindenki viszi a saját lovát. Igen. És van rá módja, mindenkinek van egy lova, a lehet gyakorolni, tehát nem lutri. Az öttusánál a, a helyi szervezőbizottságnak kellett a lóállományt biztosítani. Ja, biztosítania. én azt hittem, hogy ez ugyanúgy nem, működik nem, nem. itt is. A helyi, a helyi szervezőbizottságnak kellett a lóállományt biztosítania, tehát, és onnantól kezdve sorsoltak. Most hmm. olyan mennyiségű, lovat kellett kiállítani az öttusára, ahol a szükségszerű volt, hogy még a komolyabb helyeken is, hát mondjam azt, hogy ez egy heterogén e, e, állomány legyen, tehát nem tudtak annyi számú, nagyjából azonos színvonalú lovat biztosítani, és innentől kezdve voltak nagyon jól lovagolható, és nagyon gyengén lovagolható. Akkor a vak szerencse volt, amit a És, és volt egy lutri, ugye? Ez, a, ez váltott ki egy botrányt a Tokiói Olimpián, hogy De egy. Né a tréde, egy, egy, egy meg ilyen nem, egy német versenyző, aki egyébként éremesélyes volt, a világ egy-egy nő, egy hölgy, uh -huh. olyan rossz lovat kapott, hogy a lovon elment az érme. Uh -huh. Tehát, hogy azért itt tényleg az is benne van, hogy évekig, évtizedekig gyakorolnak, és azért, mert kapott egy, a Lutri alapon kapott egy gyalázatos lovat, ezért esélyesen volt arra, hogy az ott a teljesítményt nyújtsa, amire ő egyébként képes és dobogóra álljon. Ez az egyik dolog. És vannak olyan országok, ahol még heterogén módon is olimpia rendező országok, nagyon nehéz ennyi lovat kiállítani. Tehát a, a ló, tehát megvilágítom egy másik, próbálom megvilágítani egy másik aspektusát a dolgok, hogy a, egyfajta barrier volt ahhoz, hogy öttusa versenyeket rendezzenek a világban, mert nagyon kevesen tudták, mi egy hagyományos öttusa nemzetként és hagyományos lovas nemzetként ki tudjuk, most volt tusa Európa Bajnokság Magyarországon, sokszor rendeztünk már tusa ebét t mi ki tudunk állítani. És van még tíz nemzet, aki gond nélkül kiállítja. De ennek a költsége, ennek a nehézsége és ennek az egyenetlensége eh, eh, voltak azok a megfontolások, azt hiszem, eh, eh, és ugyanakkor a költsége is, eh, mert minden folyamatosan törekszik mindenki arra, hogy az olimpia költségét azt, eh, azt lefelé vigyük, és ne fölfelé. Eh, amik megfontolások eh, voltak, ez az új rendszer most debütál, de, 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 de vannak, akik azt mondják, hogy megölték az öttusát, vannak, akik pedig azt mondják, hogy megmentették. Szerintem kell néhány olimpia, néhány olimpiai ciklus, nem sok, egy-kettő azért kell, hogy kiderüljön, hogy most mi is az igazsága. És Búcsúzó, még azt muszáj megkérdeznem, hogy te mit vársz hogy párizsi olimpiától, magyar szereplés szempontjából? A legfontosabb, hogy én mindig azt mondom, hogy nem azért, mert ne helyezzünk súlyt a lányaink, fiaink vállára, ezek komoly emberek, sportolók egész életükben versenyeznek, tehát bírják a stresszt, meg a versenyhelyzetet, de szerintem legfeljebb az edzőjük, meg a, meg a csapatuk, szövetségi kapitány a saját sportági szakszövetségnek dolga az, hogy elvárásokat fogalmazunk meg velük szemben. Mi ebben a tekintetben azt mondom, hogy szurkolóként, a két elvárást fogalmazhatunk meg: tisztességesen vigyék végig a felkészülést, és lehetőleg nyújtsák életük legjobb teljesítményét ott az olimpiában. És az mire lesz elég, mert mások is ugyanezzel a törekvéssel vannak. Ott nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy kijutottak az olimpiára. Minden egyes kvóta szerzésért, minden egyes magyar versenyzőnek nagyon hálásak vagyunk, hogy biztosítsák azt. És ugye a nagyon sok sportágra igaz az, hogy nehezebb az egyértelműen a legtöbb sportágra az, hogy nehezebb bejutni az olimpiára, mint a saját sportág világbajnokságára. Mert ugye az olimpián egyszerre 32 sportágban rendeznek világbajnokságot, mindenhol szűkebb van, aki úgy azt mondja, hogy az olimpia az végül is 32 VB egy időben, nem igaz, de értem a megközelítést, szűkebb a mezőny minden sportágban, mint egy világbajnokságon, nehezebb kijutni, tehát már az, hogy ott vannak, és elérte a magyar csapat azt, nem tudom, hol van a vége, még még mindig megy a matek egy kicsit, egy-két visszapattadó kvótával, de 180-190 között lesz a végleges szám, ahol magyar kvóták. Ezzel Magyarország, aki népességét tekintve biztos, hogy nincs az első 20 ország között a világon, Magyarország az első 20 között van a nemzeti csapat nagyságát illetően. És én arra számítok, hogy válaszoljak azért a kérdésedre, hogy a, az éremtáblán jobb helyet fogunk elérni, mint abban a versenyben, hogy mekkora a nemzeti csapat létszáma. Tehát ott még előrébb fogunk végezni, én a 13. hely közé köré várom a, a, a 206 nemzetből. Tehát 206 nemzetből El, mondjuk így, ha legyek egy kicsit óvatos, első 15-ben, de nem a 15. helyre várom a magyar olimpiai csapatot eredményesség szempontjából, hogy még konkrétabb legyek. Szurkoló mindig optimista, 25 érem remélem, hogy szerzünk, szereznek 25 érmet, és minden egyes éremnek nagyon fogunk örülni, és biztos, hogy a 25 éremből lesz jó néhány arany is, úgyhogy ezzel kezdett, hogy nyár szurkolás, tehát szerintem érdemes. Ami nagyon jó, és ugye a létszámunk is ezért nagyobb, mint van, volt például, hogy kijutott négy csapat. Ugye a, a férfinői kézilabda, férfi, női vízilabda csapat. Nagyon sajnáljuk a kosarasokat, mm. lányokat, drámai körülmények között. Ők is meg a háromszor as lány csapat bukták el az utolsó pillanatban, megérdemelték volna. Reméljük, hogy legközelebb nekik is szurkolhatunk az olimpián. A csapat az azért jó, mert ugye a csapat versenyek természetéből fakadóan, így most folyamatosan szurkolhatunk magyaroknak. Persze vannak egyéni versenyek, vívással indul, azt a úszás beindul hamar, kajakken, stb. De, de, de a, ugye a csapatok felváltva minden nap játszanak, mert se lejtező, aztán reméljük, hogy mindegyik csapatunk talán kézilabdázóknak egy kicsit nehézabb kihívás tovább jut a, 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 az egyenes kieséses rendszerben, tehát végig tudunk magyarként az első naptól, sőt nem is csak az első naptól, mert a kézilabdában már a mínusz egy vagy mínusz kettedik napon, tehát a megnyitó ünnepség előtt már azt hiszem a női kézilabdázóink pályára lépnek, úgyhogy érdemes követni az eseményeket, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Szerintem lesznek nagyon örömteli, biztos lesz szomorú pillanatunk, biztos lesz meglepetés eredmény, olyan fog letenni valami kitűnő teljesítményt olyan valaki, akitől ezt esetleg nem várták, úgyhogy izgalmas lesz ez az, az olimpia is. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, köszönöm hogy eljöttél. Szépen. Köszönöm.